Könyvemutatóra került sor 2024. május 29-én Felsőbányán. A Városi Kultúrház díszterme megtelt érdeklődőkkel, akik szívesen hallgatták a felsőbányai származású, Szatmárnémetiben lakó Vajda Pellád Irénke, magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő szavait. A szervezők rendhagyó helytörténelem órával kezdték a rendezvényt, melyen a Felsőbányán magyar iskolába járó diákok, tanáraik, szüleik is részt vettek. A rendkívüli esemény érdekességét növelte, hogy a rég nem látott nagy számban összegyűltek helytörténeti témákról hallgathattak ismertetőt. A Vajda Pelládi tanárnő könyvbemutatója után pedig a szerző Hitter Ferenc is felhívta a figyelmet a könyvben megjelent néhány érdekességre, ritkaságra, ami eddig semmiféle kiadásban, könyvben, írott szövegben nem jelent meg. Vajda Pelládi Irénke tanárnőt szeretném bemutatni, aki egy olyan lelkes felsőbányai hazafin, aki amióta az egyetemre került, elkerült Felsőbányáról, nem volt mit tenni. Magyar tanárnő, magyar szakos, és Szatmáron tanított, több helyen is, több iskolában. Kedves barátunkkal, aki sajnos nem lehet már közöttünk, együtt felsőbányiakként mondom, nem mint tanár, Máriás Jóskát, aki szintén a magyar irodalom hát történésze tulajdonképpen sok más egyébbel együtt. Örvendek annak, hogy elég rövid ide alatt egy ilyen fontos munkát sikerült összehozzak, amit Irénkének pedig sikerült elolvasnia, és arra kérlek, Irénke, hogy beszélj te erről, amit gondolsz, aztán utána majd én is szólok néhány szót. Légy olyan kedves! Ha Hitter Ferencet idegeneknek kellene bemutatnom, bizony nehéz gondom lenne. Elsősorban azért, mert olyan sokoldalú egyéniség, olyan sok mindennel foglalkozott, hogy a felsorolásból biztos kimaradna valami. Hát elsősorban újságíró, aztán helytörténész, helytörténetíró, dokumentumfilmet készített, vallási témájú, művészeti témájú filmeket, portréfilmet készített, aztán tévéműsort vezetett és szerkesztett. 2016-ban pedig létrehozta azt az egyesületet, aminek égisze alatt nagyon sok minden megvalósult, ez a Montemédio Egyesület. Amikor kézbe kaptam a könyvet, először is a szép nyomdai kivitelezés ragadta meg a figyelmemet. Ugye a borítón egy szatmári faharagó, Kóter László fába faragott domborműve díszíti, Felsőbánya pecsétje a 14. századból. Aztán lapozgatva a könyvet, arra is feltűnt valami, hogy ez a könyv csak egynyelvű, ellentétben a Pantheonnal, vagy a Felsőbánya művészettörténete, mind a két könyv, és lehet, hogy még több is, nem 30, mindegyik három nyelvű, mert most azt mondom, hogy ellentétben ez csak egynyelvű. Aztán olvasva az egyes fejezeteket, vagy nem is sokat olvasva, rájöttem, hogy ennek van üzenete számunkra, mégpedig nekünk magyaroknak szól, ugye, egynyelvű és üzenet értéke van. Hogy miért üzenet érték, ezt most nem akarom taglalni, mert az olvasók majd úgyis rájönnek menet közben.
most Hittel Ferenc helytörténet íróként van jelen leginkább közöttünk, ha a könyvet olvassuk. Általában, ha egy könyvet kezünkbe veszünk, akkor az előszót vagy a bevezetést van, hogy úgy átugorjuk, hanem a lényegre akarunk rögtön rátérni. Ebben az esetben az előszó ismerete, elolvasása nagyon fontos, mert sok mindent megtudhatunk a könyvről. Elsősorban azt, hogy mi a műfaja? Szociál monográfia. Ez azt jelenti, hogy szociális problémák nagy mennyiségben vannak jelen a könyvben. Aztán megjelöli a műfajt is. Tehát ez a műfaj, és a célt is megjelöli. Olvasnék fel egy néhány sort belőle. Tehát mit mond? Miért írta meg? Emlékezni akartam mindenre, ami régi. A múltra, a természet gyönyörű adottságaira, a föld alatti munkára, a bányászokra, az ott termett kincsekre, a volt emberekre, akikre büszkék lehetünk, és nem is ismertük őket. Emlékezik az élet örömeire is, melyet, idézem, a művészetek, a művészek adnak. A festőművészet Felsőbánya egyik nagy, jellegzetes és fontos tevékenysége úgy a múltban, mint a mában is. Tehát nagyjából ez van ebben a könyvben, írja. A továbbiakban a város bemutatása következik, illetve, hát igen, a város bemutatása. Mindenki tudja, hogy a fő megélhetést a bányászat jelentette. Azt, hogy mióta létezik Felsőbánya, hát a kvízjátékban is benne volt, hogy 1329-ben említik egy okirat először, együtt asszony patakával, tehát nagybányával együtt. A bányahegy szemléletes leírását találjuk. És tehát olyan szinte költőjén mutatja be, és úgy beszél később az emberekről, ahogy csak azt tud, aki ennek a tájnak a szülötte. Akaratlanul is eszembe jutott Radnóti Miklós verse, a Nem tudhatom, amelyben arról beszél, hogy más jelent a táj, más jelent a város annak, aki itt született, mert emlék fűzi hozzá a legkisebb dologhoz is, és más jelent annak, aki csak átmenet, nézi, és nem fűzi semmit a tájhoz. Radnóti ezt így fogalmazza meg. Nem tudok, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülő hazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Így ír Radnóti egy olyan tájról, amihez az ember hozzáfűződik, és nem csak szemlélője a dolgoknak. A továbbiakban részletes történelmi leírást találunk Felsőbányáról, a kezdetektől egészen napjainkig. Ezzel magyarázható az, hogy nagyon sok olyan fejezetet találunk a könyvben, amely történelmi, illetve politikai jellegű. Felolvasnék egy néhányat.
Ilyen például múltunk, jelenünk és jövőnk. Forradalmi szellem. Felsőbánya, bányaüzem. A politikai foglyok megsemmisítő központja. Változatos idő következve. Aztán az 1950-es évek előtt és után politika. Társadalmi szociális élet a város utóbbi két évtizede 2000-től. Majd arcképcsarnokban, akik beírták nevüket Felsőbánya történelem könyvébe 1376 és 1990 között. Tehát ezek a történelemmel és politikával foglalkozó fejezetek. Olyan gazdag ismeretanyagot tartalmaz a könyv, hogy azt részletesen bemutatni lehetetlen, csak vázlataiban. Én is erre vállalkoztam, gondoltam arra, hogy olyan momentumot emelek ki belőle, amit a gyerekek is tanulnak majd az iskolában. Hát akkor nézzük tovább. Tulajdonképpen azt vezeti végig a könyvben, hogy az egyes történelmi események milyen hatással voltak Felsőbányára és azoknak lakóira. Legelőször is, hát nem mennék nagyon a kezdetekhez, mert akkor reggelig sem fejezhetnénk be, hanem kezdeném, amit a hetedikesek is tanulnak, azt hiszem, vagy már ezután fognak, a kuruc szabadságharcról. Tanultátok már? Na, hát akkor nem ismeretlen az, amit én mondok, ugye 1703-ban kezdődik, és 1711-ig tart. Hogy milyen hatással volt, vagy hogy jelenik meg ez Felsőbányán, hát a román jobbágyok és nemesek együtt a magyarokkal együtt lázadnak a Bécs politikája ellen. Mit reméltek a parasztok, a jobbágyok? A felszabadításukat. Aztán a papság is bizonyos egyházi problémák megvalósítását látták benne. Na most, hogyha a mondákat szeretitek, akkor most itt az alkalom, megtaláltok a könyvben nagyon sok olyan mondát, amit Pintje Grigorhoz fűződik, amiről szintén itt volt szó, tudjátok, hogy román betyár volt, aki felajánlja fegyveres szolgálatát Rákóczi Ferencnek. Ugye ezt nem sokan tudhatjuk, hogy milyen kapcsolata volt Felsőbányával a szabadságharcnak. Aztán kapitány rangban is volt, és Pintje Grigor, és részt vett Nagybánya várának visszafoglalásában, mert akkor a kurucok megtámadták. Ott is vesztette életét 703-ban. A másik történelmi esemény, ami szintén fontos, az 1848-as forradalom és szabadságharc. Azt tudom, hogy Felsőbányán minden évben megemlékeztek a forradalomról. Hogyan? Gyerekek, ki volt már egy ilyen ünnepségen közületek? Biztos, vagy a szüleitek, igaz? Na hát aztán bátran egy kicsit. Jól szerepeltetek a játékban is. Hát a temetőben szoktatok visszaemlékezni, a honvéd sírokat szoktátok megkoszorúzni, igaz? Hát Felsőbánya lakói is a forradalomhoz olyan mértékben csatlakoznak, hogy nemzetőrséget is választanak, és a lakosság anyagilag is támogatja a forradalom ügyét.
És a fegyverletétel után nagyon sokan menedéket találtak Felsőbányán. Hát mit gondoltok, hol lehetett menedéket találni? Hol? Nézzünk ki. A Bányahegyen. Volt elég üreg, el lehetett bújni benne. Lengyel és magyar politikai üldözöttek itt találtak menedéket Felsőbányán. Hát a világháború. Biztos, akik itt is vannak, sokan tudják, hogy nem egy felsőbányai vesztette életét a világháborúban. Gyerekkoromban a nagynéném elmesélte, hogy az ő testvére is a háborúban halt meg, és amikor a társa, tehát a katona társa hazakerült, akkor hozott egy lepréselt virágot, amit a nagynéném az imakönyvében őrzött, azt mondta, hogy ez a nagybátyát sírjáról való. Hát nem tudom, hogy ez mennyire lehetett igaz. Valószínű, hogy talán azt akarta, hogy megnyugodjanak, hogy az ő hősi halottat halt testvérének a sírján virág van. Másra nem tudok gondolni, hogy lehetett-e ez a valóság. Hát Trianonról beszélni nem szeretnék. Aztán azt szeretném előre elmondani, hogy minden egyes dolog, vagy amit megemlít a Hitter Feri a könyvében, mind olyan hiteles anyagok alapján állítja. Amit még ki szeretnék a történelmi vonatkozású dolgokból említeni, egy népszámlálási adatot. 1850-ben a lakosok száma 5427, tehát majdnem 5500. Ebből magyar 3800. 3800. 1093 román. Másokat most nem érdekelt, most másról nem beszélek, csak a román-magyar megosztásról. Aztán 910-ben 4422, ebből magyar 4149, és sorolhatnám tovább. 2021-ben, erről van adat, hivatalosan megjelent adat, amihez hozzáfértünk, 14329. 14329. És mit tetszenek gondolni, mennyien vagyunk most? Kérem szépen, körülbelül mennyi? 1672. 1672. Tehát drasztikus csökkenés. Drasztikus csökkenés. Amikor én első osztályba kerültem, akkor három első osztály indult, nagy létszámú osztállyal, 1957-ben, és itt érettségiztem is. Hát ha arra gondolunk, hogy mennyi a mostani gyerekek, iskolás gyerekek száma, 29, hát nagyon elkeserítő, hogy mi vezetett ide, hát beszéljünk, ugye, vagy hallgassunk a politikáról, a homogenizálós politika. Aztán az, hogy kevesebb gyerek van az iskolában, az annak is tulajdonítható nekünk szülőknek. Mert azt gondoljuk, hogy sokkal jobban érvényesül a gyerek
hogyha a román tagozatra iratkozik. Ez egyik, ugye, a kevesebb. Hát szorványosodunk. Ez már szorványosodás, ugye? A város vezetésében, az adminisztrációban megváltozott a nemzetiségi összetétel. Önök jobban tudják, mint én, aki csak a könyvből értesültem, hogy magyar a vezetésben nincs. Hát ezért kell igyekezünk most a választás közeletével, hogy jelenjünk meg, hogy legalább képviseletünk legyen a városban. Hát az építészeti örökségünk is pusztul. Az ingatlanok mások kezére kerülnek. Természetes, hogyha nem vagyunk mi, kevesen vagyunk, mások kezére kerül. Szatmár mellett van egy falu, ahol az oda frissen beköltözötteket bekerülteknek nevezik. Ők a bekerültek. Nem is szívesen fogadják, pedig kevés ember került oda, de azok mindig bekerültek. Na hát, itt is nevezhetjük az ide újonnan bejötteket, bekerültek nekik. Igaz? Na de mi a különbség köztünk és a bekerültek között? Hát nekünk itt a gyökerünk. Nekünk ez a történelmünk, amit most már át is írnak, és sok mindent majd csak a könyvekből fogunk tudni, hogy mi is volt itt Felsőbányán. Hogy voltak itt egyáltalán magyarok. Gyerekek, most honnan tudjuk azt, hogy itt magyarok élnek? Ha kinézünk a városba, mit látunk? Na mondjátok, mert tudjátok. Hát ha kinéztek, mondjad. Románokat. Hát azt is, igen. De én most arra gondoltam, hogy mi jelzi azt egy idegen számára is, hogy itt magyarok laktak, vagy laktak valamikor. Mi jelzi? Tessék? A magyar felirat. Hát azt nem találsz. De hol? Hol találsz magyar? Tessék? Na jó, de hát én most nem akarok a kék tóhoz menni, az nagyon messze van. Hanem itt nézek ki, és látok valamit. Mi? Tessék? A gyerekem. Tessék, itt van velem szemben. A templom. Hát nem az árulja el? A katolikus templom. Aztán mi van még más? Mondjatok régi épületeket, tessék. A református templom. A református templom. Az árda. Az árda, nagyon jó. Mi van még? Oda fölnézek. A Kálvária. A Kálvária. Jó. A bánya. Hát igen, de hogy az magyar, a miénk volt, igen, most is részben a miénk. Aztán azt írja a szerző, hogy olyanokra is emlékszünk, akik voltak, de már nincsenek. És nem is ismertük őket. A voltakra hol lehet nyomot találni? A voltakra. Mondjad hangosan. A temetőben. Mit lehet a temetőben a régmúltra, mi az, ami ott minket emlékeztet a temetőben? Hogy az ott mit olvashatsz le a sírokról? Tessék? A kápolna. Nem értem. A kápolna az. Igen, az is a régmúltra. Kőbe vésett emlékeknek nevezi ezt Hitler Ferenc. Kőbe vésett emlékek. Na most a temetőben pedig a nevek árulkodnak az itt élt emberekről. Aztán régi épületek, még amiről szó volt a játékban is. Ugye? Na lássam még,
több helyen hívja fel a figyelmünket a szerző, hogy ismerjük meg a múltunkat, ismerjük meg a gyökereinket. Felolvasnék egy részt ezzel kapcsolatban. Miért fontos a gyökerek ismerete? Azaz, kik azok, akik a mi ősei? Az ősök meghatározóak a létező ember számára. Belőlük merítkezünk. Tőlük örököltünk sokat természetünk javára vagy kárára. Hagyományok maradtak ránk, melyre vigyáznunk kell, kötelességünk, hogy emléküket tiszteletben tartsuk. Majd így folytatja. A hagyomány élő folyam, amely összeköt minket az eredettel, és amelyben mindig jelen van a forrás. Mindenkinek kötelessége, hogy becsüljük meg a hagyományainkat, amik vannak. Ne kelljen pár évtized múlva a romok alól előkaparni. A hagyomány összetartó erő, ahol megszűnik, ott már jön a széthullás. Most megint a gyerekekhez fordulok, és azt kérdem, hogy szerintetek mit értünk a hagyomány szón? Mi a hagyomány? Ha egy kicsit a szóra gondolunk, tehát nyelvtanból hagyomány. A hagy, tessék? Régi épületek. Nem, a szó jelentése. Igen, hozzátartozik a régi épület is. De hagy, hagyomány. Mi a hagyomány? Az őseink, amit ránk hagytak. Amit ránk hagytak. Na most a hagyomány lehet, nem csak az a lakás, amit te örökölsz majd, hanem a hagyomány cselekedet, tehát cselekvés, de lehet szokás például, vagy akár tárgy is. Na, lássunk, milyen hagyományokat ismerünk, ami a bányászattal kapcsolatos. Bányászattal kapcsolatos hagyományok. Először is azt kérdem meg tőletek, hogy hogy köszöntök ti a tanáraitoknak, tanítóitoknak? Hogy köszöntök? Ezt komolyan kérdem. Jó reggel. Jó reggel. Na. A tanárnő már tudja, hogy mit akarok mondani. Akkor, amikor én még diák voltam, és ez 69-ben, még jó szerencsét köszöntünk. Mint a bányászok. Tessék? Mint a bányászok. Mint a bányászok. Na, azt mondjátok meg nekem, hogy miért köszöntek így egymásnak a bányászok? Ne omolj, hogy ne omoljon rá a bánya. Hát, igen. És hogy kapjon sok aranyat, lehozdok. Legyen, hát tudod, hogy milyen szegények maradtak? Az arany máshova száll. Azért, mert nagyon veszélyes munka volt a bányászat. Kérdezzétek meg szüleiteket, már nem, mert ők már nem azok. A nagyszülőket meg lehet kérdezni. Lehet, hogy vannak itt a teremben is olyanok, akik el tudják mesélni, hogy milyen is volt a bányászok élete. Hát most már gondolom, hogy az idő múlásával az is egy picit változott, és modernizálás biztos, hogy ott is volt, de bizony szerencse kellett ahhoz, hogy épségben feljöjjenek, mert nagyon sok bánya szerencsétlenség is volt. Mondjad, Náci, ezzel kapcsolatban mondtál valamit? Tessék, mondjad hangosan, ha van hozzászólásod. Hát a bányászat ugye az megszűnt, és milyen hatással volt a városra, azt mindenki nagyon jól tudja, hogy állás nélkül maradtak az emberek, az a kevés pénz, amit végkielégítésként kaptak, az biztos, hamar elfogyott is,
külföldön, egyesek külföldön vendégmunkásként keresték meg a kenyerüket. Arról is beszél a szerző a bevezetésben, hogy olyan emberekre is emlékszik, akikre büszkék lehetünk. Kik ezek? Sokan voltak olyanok, akik beírták nevüket a történelembe. Nem a mutatóba, mert abban már nem találjuk az ő neveiket. Egy néhányat felolvasnék, biztos ti többet tudtok. Vodicska Antal, a bányai iskola tanára volt, 1915-ben halt meg. Itt van a sírja, de már nem található. De itt volt eltemetve Felsőbányán. Tomaszowski Imre, szintén a bányaiskola tanára volt, a sírja még Épségben, a katolikus temetőben megvan. Ő 1916-ban halt meg, a sírja megvan a könyvben is, aki megvásárolja, majd nézze meg. Aztán olyan jelentős egyéniséget is említheti, mint Szmik Antal, aki Felsőbánya monográfiával írta be a nevét a történelembe. Na de mondhatunk felfedezőket is. Keresem a puskámat. Fizéi Sándor, biztos láttátok, vagy ha nem figyeltetek fel rá, akkor a református temetőben van egy nagy kőtöm. Tulajdonképpen az az érc, amit ő fedezett fel, mondhatjuk így, és ezzel az ásványtanban a nevét beírta. Vagy Szmik Ignác, felsőbányai bányahivatal főnöke volt, róla nevezték el a kőzetet Szmikitnek. Aki nagyon sokat tett a városért, az Farkas Jenő. Volt polgármester, aki 1860 és 1922 között élt. Tehát 1922 előtt ilyen megvalósításokat végzett a Felsőbányán. A városi vízvezeték, a vasút Felsőbánya és Nagybánya között, és a villanyáram bevezetése, gondolom a városi villanyáram bevezetése. Tehát büszkék lehetünk a múltunkra. És tanulmányozzuk is. Itt van minden benne. Aki a történelmet szereti, az most talál benne nagyon sok olvasnivalót. Ha megnézzük a könyv hátlapját, hátsó borítóját, akkor megtaláljuk a szerző eddig megjelent köteteit időrendi sorrendben. Ha most azt kérdezném Hitter Ferenctől, hogy melyik munkájára a legbüszkébb? Mindig az utolsóra. Én azt gondoltam, hogy egy kicsit vársz, gondolkozol, mert szerintem ez úgy van, hogy olyan, mint az anya. Hát melyik gyerekét szereti legjobban? Mindegyiket egyformán. Hiszen ezek a munkák, hogy így megjelentek, ez fantasztikus munka, fantasztikus erőbeadás, hogy ez megszülessen. Kutakodni, levéltárakban utána járni,
Szóval fantasztikus az, hogy mégis azt mondod, hogy a legutolsó, de azért említést tesz két munkáról. Az egyik a Pantheon, a nagybányai Pantheon, ami igen jelentős, már a képzőművészet szempontjából is, és azok is, akiket érdekel az, hogy a nagybányai, nagybányán elhunyt festőművészek nyughelyeit hol találjuk. Itt pontosan megvan az, hogy a temető bejáratánál számmal ellátva, hogy melyik parcellába, hol ki nyugszik. Három nyelvű könyv, amit mondtam még az elején, hát nagyon sokan értékelték ezt a munkát, amit Hitter Ferenc az év tizedek során végzett. Nagyon sokszor írt a megjelenő műveiről Máriás József, újságíró, aki itt sokan tudják, hogy ő is felsőbányai. A Pantheonról írt a művelődésben is, és azt próbálja kideríteni, hogy tulajdonképpen mi az, ami az írót arra sarkalta, hogy ezt a sok munkát itt könyvben kiadja. És felsorolja, tehát három dolgot említ. Az egyik a lokálpatriotizmus, tehát a hazaszerete, a szülőföld szeretete. Ezt el nem lehet képzelni anélkül. Aztán a hagyományok iránti tisztelete és megbecsülése. És nem legutolsó sorban említem azt, hogy a történelem hamisítással szemben felmutatni a valós folyamatokat. Tehát a történelem hamisítással szemben. Mert ha elolvasunk egy új történelemírást, abban már sok mindent nem találunk. A másik könyv, amiről még említést tesz ebben a kötetben, tehát az újban, ez Felsőbánya művészet története, amely ez is célzattal született, mert azt akarja bemutatni, hogy a nagybányai festőiskolát nem lehet Felsőbánya nélkül említeni. Mert azok az alkotók, azok a képzőművészek itt is alkottak Felsőbányán, átjártak. Azt mondták, hogy Nagybánya nagy, de Felsőbánya felsőbb. Nem olyan rég, két éve, talán három, emléktábla került Pop Aurél házára. Tehát festőművészek, akik alkottak a nagybányai festőiskolában, itt vásároltak lakást. És nyaranta többször átjöttek, és hosszabb időt töltöttek. De voltak olyanok is, akik itt telepedtek le. Ugye Málika néni, Nyisztor Málika néni, biztos sokan a régiek közül ismerik, ő is a festőiskolában tanult. Vagy Nagy Sajó Ilona, aki biztos tudjátok, a felső végfele, ahogy megyünk most, nem tudom ki lakik benne, abba a házba, ahol ő lakott. Hát sokan értékelik a munkáját Ferinek. Felolvasnék még egy néhány értékelést. Na, nézem is meg, hogy hol
jelöltem én meg. Jaj, máshol, rossz helyen keresgélek. Hogy írnak róla azok a művészek, akik az évente megrendezett, két alkalommal is megrendezik a festőtábor. A festőtábor. Agárdi Gabi festőművész így értékeli. Köszönjük áldásos munkádat, melyet mindig őszinte hittel és szeretettel tettél. Sokat gondolunk rád, jobb egészséget, tiszta szívből mielőbbi javulást kívánunk neked, sok szeretettel, jó magam és csapatom nevében. Vagy egy másik, szintén képzőművész. Köszöni a sok munkát, energiát, tudást, amit eddig is tettél Felsőbányáért és a művészetért, művészekért. A mag, amit elültettél, kicsirázott, és nőni fog tovább is. Köszönjük munkádat! Filip doktor így ír. Büszke lehetsz magadra, de mi is rád? Mindazért, amit a közösségért, Felsőbányáért tettél. Végül Máriás József köszöntését mondom. Munkásságoddal te arra vállalkoztál, hogy feltárd a múltat. Legyen erőd még sokáig folytatni ezt a munkát. Hát én is ezt kívánom. Hát sok mindenről lehetne még beszélni.